Pénteken este, ahogy a világ számos más magyar közössége mellett, Székesfehérváron, a Szent István Művelődési Házban is Vasalbertre emlékeztek. A rendezvény a 115 esztendővel ezelőtt született erdélyi író domborművének megkoszorúzásával kezdődött. 8. alkalommal Székesfehérváron megrendezzük a Vasalbert felolvasói estet. Hogy miért pont Vasalbert? Talán azért, mert az ő sorsa és az ő élete példamutató lehet az emberek számára, a magyarság számára. Gondolatai, olvasmányai, versei, meséi mindenkinek tanulságos és nagyon olvasmányos. A néma főhajtást követően az Evangélikus Egyházközség gyülekezeti házában megemlékeztek a nemrégiben elhunyt marosvásárhelyi származású Lukácsi Józsefről, aki közíróként és a közélet meghatározó szereplőjeként is sokat tett városunkért, majd megkezdődött a Vasalbert maraton, ahol a résztvevők személyes formában mondhatták el a számukra kedves Vasalbert költeményeket és írásokat. Egy olyan ikonja volt Székesfehérvárnak, aki azáltal, hogy az én szülővárosomból, Marosvásárhelyről származik, megérkezett, és ő is úgy nevezte Székesfehérvárt, mint ahogy én is szoktam, hogy második szülővárosom, hogy meg tudta tartani azt a Székelyföldről érkező Lukácsi Józsit is Székesfehérváron, meg tudta azt mutatni, és igazából egy kapocs volt a magyarországi magyarság, illetve az erdélyi magyarság között. A Kárpát-medence és a nagyvilág magyar közösségeinek összefogása a határokon átívelő szépirodalmi ünnepen ismét bebizonyosodott, hogy a nagyívű életmű megidézése a Vasalbert maraton hozzásegít bennünket az együttgondolkodáshoz, a megértéshez is.